Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákkal foglalkozunk. Elsőként szeretnénk bemutatni az Egyensúlyunkért alapítványt. Itt is van velem a stúdióban Lőrinc Zsuzsa, kuratóriumi elnök. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről, az alapítvány kezdeteiről. Tulajdonképpen mióta vesznek részt Székesfehérvár életében? Elég régóta. Ez az alapítvány 1994-ben alapult, aztán egy kicsit olyan nyugvó alapítvány volt, néha dolgozott, és 2002-től kezdtük el, hogy célzottabban a pszichiátriai betegekkel való foglalkozást, és a pszichiátriai betegek rehabilitációját. Aztán megindult ez a mozgalom a közösségi ellátásokban, a pszichiátriai betegeket illetően, ezért igyekeztünk ebbe bekapcsolódni, tudományos életben részt vettünk, megtanultuk ennek a módszertanát, és amikor lehetővé vált, hogy intézményesedjünk, akkor 2008-ban megalapítottuk a pszichiátriai betegek nappali klubját, és a pszichiátriai betegek közösségi ellátását. Ennek a célcsoportja a pszichiátriai betegek, akik hát tartósan betegek, és végül is az életük során nagyon sok esetben tartósan támogatást igényelnek. Természetesen az alapítványnak van egy komplexebb célja, a betegség megelőzés, egészség megőrzés és ezeknek a mentális betegség megelőzésének a közösség felé kiterjedő kimutatása, vagy példamutatás, vagy hogy milyen módszerek vannak arra, hogy ez mentális egészségünket meg tudjuk őrizni. Tehát ebben az irányban szoktunk előadásokat tartani, rendezvényeket tartani rendszeresen, különösen az utóbbi években. És miért fontos egyébként az, hogy napi szinten kapcsolatban legyenek ezekkel a betegekkel, és miként tudnak nekik segíteni? Ezek a betegek, tulajdonképpen, hogy pontosítsuk ezt a feladatot, olyan mentális beteg, tartós, hosszantartó mentális betegségben szenvedő emberek, akiknek nincs szükségük kórházi kezelésre, de sokuk nem tud beilleszkedni a közösségi életbe, nem tud munkát találni, vagy a családjához nem talál vissza. Ezért vannak olyan módszerek, olyan beavatkozási módok, amivel ezeket az embereket segítjük visszatalálni. Segítünk a családnak is, vannak családcsoportok, vagy hozzátartozói csoportok, edukáció, tehát hogy hogyan lehet a betegségekről ismereteket szerezni, mi az, amivel bekapcsolódhat az illető vagy a hozzátartozója abba a folyamatban, ami a felépüléshez vezet. Az nagyon fontos, hogy ez ugye sok esetben nem tudunk gyógyulást elérni, bárhol a világon ez így van, nagyon sok betegségnél, nem csak a pszichiátriai betegségeknél, hanem testi betegségeknél, de az a nagyon fontos, hogy a felépülés létre tudjon jönni. A felépülés azt jelenti, hogy lehetnek különböző tünetei a betegségnek, de jól tud funkcionálni a család életében, vagy a társadalomban dolgozni tud esetleg, de attól még lehetnek tünetei, vagy gyógyszert is szed, akár nagyon sokan működnek így. Tehát ezért fontos a részvételünk. Egy-két betegséget ki tudnánk emelni, hogy konkrétan tulajdonképpen melyekről van szó? A nagy pszichiátriai betegségek, a skizofrénia típusba tartozó betegségek, aztán a depressziós betegségnek a különböző fajtái, ez a két nagy csoport, vagy a bipoláris betegségek, ez nem tudom mennyire ismert a köztudatban, amikor depressziós és mániás fázisok is vannak a betegségnél. Az időskori betegségek nem tartoznak ide, illetve a
ment a fogyatékossággal. Tehát tulajdonképpen azért zavarodtam egy kicsit, mert ugye most ezeket a betegeket is pszichoszociális fogyatékkal élőknek nevezzük a jogszabály szerint, de hagyományosan fejlődésig folytán mentálisan fogyatékos emberek azok más ellátási formátban részesülnek. Az is nagyon jól működik hazánkban. Említette például a családterápiát. Igen. Ezen kívül még milyen programjaik vannak? Miként segítik ezeket a betegeket? Több irányú a program. Ugye maga a rendszer az úgy működik, hogy van egy nappali klub, ahol részt vehetnek a betegek, akár szabadidőt töltik, vagy nem is beteg kliensek, klubtagok, akik itt akár újságot olvasnak, beszélgetnek, játszanak, sakkoznak, stb. És vannak szervezett programok. Szervezett programok, amik szakmaiak, tehát ilyen, hogy pszichoedukáció, vagy metakognitív tréning, vagy relaxációs tréning, tehát ez, ami konkrétan a betegségnek a felépülését segíti. Mondjuk ezek a szabadidős programok is a felépülést segítik, hiszen ők valahol a betegség folytán ebben a funkcióban is károsodhatnak. Tehát nagyon fontos a kapcsolat, a személyes kapcsolatnak a kialakítása, vagy a munkába segítés, például, hogy hogyan kell egy interjúra elmenni, hogy kell egy állás interjúra fölkészülni, hogy kell egy önéletrajzot megírni. Aztán van akár torna, vagy sakkbajnokság, vagy sakkversenyeket szoktak rendezni. Ezek teljesen öntevékenyen működő csoportok. Aztán van a hanghalló csoport, ami szintén egy önsegítő csoport, amit most már nálunk felépült kliens vezet, és kapcsolódtunk a nemzetközi hanghalló mozgalomhoz. Magyarországon néhány helyen vannak ilyen csoportok, ahol ugye ezeknek a betegségek egy bizonyos csoportjánál hanghalások jelentkeznek, és a hanghalló csoportokban megtanulják ezeket a hangokat. Egyrészt azt a dolgot, hogy másoknak is vannak ilyen tapasztalatai, és hogy nem kell félni a hangoktól, hogyan kell őket kezelni, hogyan lehet esetleg megszabadulni tőlük, vagy ha megmaradnak, akkor hogyan lehet velük együtt élni. Tehát ezek az, hogy kinél hogy alakul ez, az nem tudjuk előre, de ugye ez is a felépülés irányába hat, hogy amit lehet, vagy amiben ő hajlandó részt venni, abban maximálisan segítjük. Tehát ez az egész egy önkéntesen vállalt foglalkozássorozat, tehát senkinek sem kötelező ebben részt venni, bármikor bekapcsolódhat, és ha úgy dönt, akkor ki is lehet lépni belőle. És természetesen ingyenes is ez az egész ellátási forma. Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor a felépülési folyamat tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy kialakul valakinél ez a betegség. Igen. Nyilván ő elmegy orvoshoz, kap különféle gyógykezeléseket, gyógyszert, amit neki folyamatosan szednie kell, és akkor ez a felépülési folyamat, amit ön mond, és amiben önök segítenek, hogy megtanuljanak együtt élni tulajdonképpen ezzel a állapottal, betegséggel? Hát egyrészt megtanulják, hogy maga mi a betegség, tehát hogy mivel állunk szemben, mert azzal nem biztos, hogy tisztában vannak, amikor kijönnek a kórházból, vagy egy kezelés közben vannak, és hogy hogyan nyerjék vissza azokat az elsokszor elvesztett funkciókat, amik a betegség előtt megvoltak nekik, ezek a nagyrészt szociális készségek, hogy hogyan kötök ismerettséget, mert ugye a sok betegségnél visszavonulok, visszahúzódóvá válok, elvesznek a természetes emberi kapcsolataim, a családdal való kapcsolatom, tehát hogy hogyan tudok visszatalálni, hogyan ismerkedek, hogyan tudok magamnak párt találni, hogyan tudok munkát találni. Tehát egyrészt a visszakapcsolódás, tehát az együttélés az egy nagyon fontos, mert amíg nem tudom elfogadni a betegségemet, addig nem tudok vele mit kezdeni, tehát a tagadás azon túl kell lépni.
aztán ennél ki hova jut el. Tehát van olyan beteg is, aki gondokság alá került, mert sokszor ennél a betegségnél a gondokság is szóba kerül, és meg lehetett változtatni a gondokságot, tehát meg lehetett szüntetni, annyira szépen fölépült, vagy valamilyen enyhébb szintre emelni a gondokságot, tehát a korlátozást. Egyébként mi okozza ezeket a betegségeket? Mitől alakulnak hát ki? Hát ez jó kérdés. Jó kérdés, mert ugye erre a tudomány már nagyon régóta keresi a választ, inkább csak teóriák vannak a kialakulásával kapcsolatban, különböző pszichológiai vagy biokémiai okokra, vagy genetikai okokra vezetik vissza, tehát nincs egységes elmélet azért a kialakulásával kapcsolatban, de az biztos, hogy valamilyen élethelyzeti válság, stressz, amit megfigyelhetünk rendszeresen, ami konkrétan a kialakulásához vezetnek ezeknek a betegségnek, illetve a visszaesésben is ezek nagyon nagy szerepet játszanak, tehát ezt is meg szoktuk tanítani, hogy hogyan tudjuk a mindennapi stresszeinket kezelni. Tehát ez sokszor magasabb szinten csinálják, mint egy úgynevezett egészséges ember. Tehát jobban föl vannak készülve, például egy munkahelyvesztést sokkal könnyebben viselnek, mint egy kinti egészséges ember. Tehát fölállnak, megrázzák a fejüket, és holnaptól kezdik a következő munkahelykeresést. Tehát, hogy sok tekintetben talpra esettebbek és ügyesebbek. Egyébként mire kell figyelni? Tehát, hogy ha valakinél kialakul ez a betegség, mik azok a tünetek, amiket önmagán észrevesz, vagy ne adj Isten a közeli hozzátartozóknak mire Igen. kell figyelni ezekben ez az esetekben? Ez is nagyon jó kérdés, mert ugye ezek általában visszatérő betegségek, tehát meggyógyul, aztán visszatérhet. Ugye egyrészt a stresszek, amit mondtam. Ugye megtanítjuk a betegeket az edukáció folytán, mik azok a korai figyelmeztető jelek, amikre őnekik vagy a családtagjuknak figyelni kell, tehát az, hogy álmatlanná válik valaki, vagy visszahúzódóvá válik, vagy ingerlékeny, vagy felhangolt, tehát megváltozik a viselkedése, megváltozik a hangulata, megváltozik a környezethez való viszonya, és sokszor az első betegségnél is így kezdődik, tehát valami megváltozik, nem úgy működik, mint korábban, furcsa lesz, sokszor olyan dolgokat képzel, hall, viselkedik, ami korábban nem volt nála. Tehát van, amikor lappangba kezdődik, van, amikor elég hirtelen és adottan egy eseményhez kapcsolható, ami őt megrázza, vagy traumaként érinti. De sokszor ezek a betegségek inkább, ahogy mostani vizsgálatok mutatják, inkább a gyerekkori traumákhoz vezethetők vissza, és sokszor nyomon tetten érhető a hanghalló csoportok kapcsán, tehát amikor egy kicsit a mélyére megyünk ezeknek a betegségeknek. Mekkora trauma kell ahhoz, hogy valakinél kialakuljon egy ilyen betegség? Hát most ugye a traumákat osztályozzák, hogy mik azok a traumák, hány pontos traumák vannak, tehát tehát akár egy munkaelvesztése, családtag elvesztése, vagy házasságnak a megszűnése, vagy akár egy házasságkötés, az is lehet egy trauma, tehát pozitív és negatív traumák. Traumákat általában negatív színbe szoktuk mondani, de vannak pozitív traumák, és ugye ez is egyénileg változó, hogy kinek mi a trauma. Mert az egyik ember az inkább örül, hogy ott hagyja a társa, vagy ő ott hagyja az illetőt, a másik meg majdnem belehal, vagy teljesen szétesik mentálisan, és belebetegszik, vagy egy munkahely, amihez ő nagyon ragaszkodott, mert az nagyon fontos volt az életében, és az okoz egy olyan törést, ami aztán a betegséghez vezethet.
De már ezek a betegségek már elég jól kezelhetők, nagyon nem? Jól kezelhetők, igen. Tehát akár a biokémiailag, tehát gyógyszeresen is nagyon jó gyógyszerek vannak. Ezek nálunk is bármi megkapható, ami a világon bárhol. Tehát a legkorszerűbb ellátások vannak, tehát gyógyszeres ellátás. A rendszer működésében, tehát hogy ki mennyi ideig van kórházban, mivel kerül kórházba, az hogyan kezelik utána, ez még azért nem teljesen optimálisan működik, mert ugye a rendszerben ezek az úgynevezett közösségi ellátási formák, ezek valahol még keresik a helyüket manapság. Nálunk nyugatabbra vagy északabbra eső országokban ez egészen jól működik némely helyen, és tudnak teamben dolgozni. Tehát itt is kialakulóban van egy nagyon jó együttműködés, tehát akár a kórházi betegekkel kapcsolatban már értesülünk arról, hogy ki az, aki bent van, esetleg közösségi ellátásba jöhet, és kórházból, ahogy kijön, már kapcsolatban van az ellátó gondozóval, és akkor simában elfogadja a közösségi ellátást, és utána megy. Aztán mi ugye nem egészségügyileg kezeljük a betegeket, mert ez a szociális ellátásba tartozik, és akkor természetesen az egészségügyi ellátás, járó beteg ellátásba mehet tovább az illető. Tehát megvan ennek a folyamata, és akkor valahol közben aztán beindul a munkahelykeresés, ugye ezekkel a szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk mi is, a kórház és a gondozók is, hogy minél hamarabb fölvehesse a munkát. Vagy a szabad munkaerőpiacon az lenne a legjobb, vagy miután munkaképesség csökkenés alakult nála, akkor olyan szervezetekkel, akik ezekkel az emberekkel foglalkoznak. Ennek is van egy rendszere, amiben vannak kapcsolatok, és akkor abba be tud illeszkedni. Vagy vannak olyan intézmények, amikor olyan jellegű a betegség, hogy teljesen látást igényel, akkor szociális otthonba, vagy most egy nagyon jó intézmény, ami kezd működni a támogatott lakhatás, az egy mobilisabb intézmény, ott is van egy ilyen átjárhatóság, például támogatott lakhatásba be tud menni a közösségi ellátás, ott tudja a saját módszereivel esetleg kifelé forgatni a betegeket. Ugye ott lakhatnak az illetők, hogyha nincs lakhatási lehetőség, viszont nem szorulnak szociális otthonra, meg nem szorulnak egészségügyi ellátásra, és esetleg nincs családjuk, vagy a család nem tudja ezt fölvállalni. Tehát nagyon, nagyon jó kapcsolati rendszerek tudnak kialakulni. A másik a hajléktalan ellátás, ami ugye azt is látja, vagy aki jobban belenéz ebbe a területbe, a szakemberek tudják, hogy a hajléktalan emberek között nagyon nagy számban vannak mentális betegségben szenvedők. Ugye azt tudjuk, hogy alkoholizmus, de ugyanakkor ott a depresszió, ott a szorongás, ott van a skizofrénia is nagyon sok esetben. Tehát ott is be tudunk kapcsolni, vannak is ilyen ellátottjaink, akik hajléktalan ellátásban vannak, több programban részt vesznek, és közte a közösségi ellátás igyekszik megtámogatni őket, a maga módszereivel is kifelé vezetni, hogyha olyan szintre kerül, akkor tudjon kikerülni egy lakhatási támogatással, egy valamilyen munkát elvállalni, és akkor már van egy bázis, amin meg tud önállóan kapaszkodni. Egyébként, aki valamilyen szinten is úgy érzi, hogy valami probléma van vele, az önöktől kérhet-e segítséget? Hogyne, bárki bejöhet hozzánk. Bárki bejöhet, és ugye nálunk azért mentális betegség terén szakmailag képzett emberek vannak, tehát
megfelelő helyre tudjuk irányítani az illetőt, illetve hát ott elmondhatja azt, hogy mi az ő problémája, hogy kell-e egyáltalán, mert sokszor csak tanácsadásra van szükségük, nem biztos, hogy egészségügyi ellátásra vagy szociális területen tudunk tanácsot adni, hogy most ez inkább a családsegítőre tartozik, vagy tényleg az ellátás, tényleg az egészségügyi ellátásba kell menni. Azon kívül ugye ez az intézmény, ugye ennek a bázisa a nappali klub, aztán ott tovább nem mentem az előbb, mert ugye van ennek a közösségi ellátása, az egy mobilis ellátás, a másik része, ahol kimegyünk a beteghez, tehát hogy otthonában tudjuk ezeket az ellátásokat megcsinálni, tehát hogy bemehet bárki, és ott kérhet segítséget, és megkapja azt, ami számára fontos, illetve amit akartam mondani, hogy olyan helyen van, ami ugye bent van a városban, egy lakóháznak az aljában ezek az intézmények, és ugye ez kevésbé stigmatizál, sokkal nehezebben menni egy pszichiátriai gondozóba, vagy akár a házi orvoshoz, és ott elmondani, ott ül az asszisztensnő, ott elmondani, hogy most én nekem milyen mentális problémám van, ez még a mai napig azért eléggé problémás, úgyhogy itt viszont meg lehet beszélni, és segítünk ezekhez az intézményekhez esetleg eljutni, ha szükség van rá. De ugyanúgy jönnek a családsegítőből, vagy a gondozóba, vagy ide a közösségi ellátásba tanácsot kérni, hogy az illető ellátottuk, aki látókörükbe került, ő neki most vajon kell-e, vagy tudják, hogy már mentális ellátásban részesült, és most úgy tűnik, tehát hogy egyrészt van egy ilyen felelő, felkutató funkciója, és ez egy jelzőrendszer tulajdonképpen az egész csapat, a szociális háló, ahol jó lenne, hogyha mindenki tudná, és ez egyre jobban működik, hogy tudná azt, hogy most ebben az esetben ide jön, a másik esetben oda jön, vagy tudunk egymásnak oda-vissza tanácsot adni. Tehát, hogy ez egy nagy csapatmunka. Azt még mondjuk el így végezetül, hogy helyileg hol lehet önöket megtalálni? Helyileg a Sütő utca 10-13-ban, ez a piactérrel szemben van, ott a Petőfi szobor mögött. A lakóház, négy emeletes lakóháznak a lakótelep felé eső középső részén, és ott a héten minden munkanap 10-12-től 6-ig általában, hétfőn és pénteken egy kicsit előbb, de interneten viszont elérhetők vagyunk, fönn vagyunk az interneten, Facebook oldalunk van, úgyhogy ott pontosan térképpel megtalálhatja valaki, vagy ha úgy ítéli meg, hogy inkább e-mailen ír kérdést, azt is szoktuk fogadni, tehát úgyis jutnak el hozzánk emberek, tehát nyugodtan így is lehet, vagy ott a telefonszámunk, amin elérhetők vagyunk, úgyhogy www.egyensúlyunkért.hu cím alatt megtalálnak bennünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és megosztotta ezt velünk. Aki tehát úgy érzi, hogy valamiféle probléma van, keresse az Egyensúlyunkért Alapítványt, és ők vagy ők segítenek, vagy tudnak abban segíteni, hogy kihez kell fordulni. Most pedig sporttal megyünk tovább. Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében indult egy programsorozat, melynek keretében személyedzők mutatják be, hogy miként lehet hasznosan, és miként kell használni a fitness parkok gépeit. Vagy lassan indítom,
és utána vannak ilyen szakaszok, csinálok tizet gyorsan. Fekvőtámasz, húzóckodás, taposás, ki kedvére végezheti ezeket a gyakorlatokat a Túrozsáki úti szabadidőparkban is. Számtalan eszköz várja a sportolni vágyókat a kinti konditeremben. Nem kell átbuszozni a várost, most már sok helyen van lehetőség az otthonunk közelében bármikor ingyen edzeni az egészségfejlesztési iroda jóvoltából. A célja az az volt, hogy a lakossághoz közel vinni. Tehát ha valaki mozogni akar, nem fog átbuszozni vagy átautózni az egész városon, csak kinéz az ablakon, megnézi, hogy mennyire elfoglaltak a pályák vagy az eszközök, és akkor leszalad, mert éppen van ideje. Tehát ez ilyen szempontból ez egy nagyon jó megoldás. Jól értettem, hogy lesznek itt foglalkozások, és arra be kell előre regisztrálni? Igen, igény szerint lesznek. Tehát nem mi mondjuk meg, hogy most hétfőn délután 5-től lesz, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek jó. Most a nyári időszakban lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő 7-től 8-ig szeretne idejönni, és összeszervezi a csapatot, a lépcsőházat, a családot, a barátokat, hogy akkor tanuljuk meg, hogy kell. Ezt mi ingyenesen az egészségfejlesztési iroda jóvoltából ingyenesen tudjuk biztosítani személyi edzővel, mindenkinek lesz arra lehetősége, hogy helyesen megtanulja használni ezeket a gépeket, és elmondhatja a személyi edzőnek, hogy ő mire akar erősíteni, és ehhez megkapja a megfelelő feladatsort. Erdős Attila Tamás testnevelő tanár régóta dolgozik a város egészségén, fittségén. Az első gépek 2013-ban kerültek a városba. A szakember azt javasolja, hogy a jó idő beköszöntével álljunk fel a számítógéptől, és ha tehetjük, látogassunk ki a parkokba, hiszen tudatos edzéstervvel már rövid idő alatt csodákra lehetünk képesek. 2010 óta próbáltam elérni, hogy legyen kondi parkok Fehérváron, és 2013-ban már meg is történt az első. Ez óriási segítség az hétköznapi átlag embereknek, hogy egészségesen tudjanak élni. Meg tudják előzni az izületi problémákat épp testben, épp lélek, tehát hogyha egy kicsit fizikailag jobb állapotban vannak, akkor az életminőségük azok mindenképpen eljavulni fog. Azt látom és azt tapasztalom, hogy azok az emberek, akik nekiálltak, együtt sportolnak, azok a számítógéptől el tudjuk hozni, tehát hogy mindenképpen látványos a hatás, tehát hogy mondjuk van olyan ismerősöm tapasztalatom, hogy nem tudott egyetlen egy húzózkodást sem csinálni, és a két hónapos tervezéssel, munkával mondjuk el tudtunk jutni egy 7 darab húzózkodáshoz. Tehát vannak ilyen edzésprogramok a fejünkben. Szakmai szemmel milyenek ezek a gépek? Ezek szenzációsak, ezek a kondi eszközök. Én azt láttam, hogy mert a Bistrong csinálja ezeket a kondi gépeket, stabilak, erősek, nagyon jók. Azok az eszközök, amiket itt mellettünk vannak, ezek nagyon-nagyon nagy segítség. De egyiket sem nem kritizálom, nincs negatív dolog, tehát mind nagyon-nagyon jó használható. Tehát az összes izomzatunkat, az összes ízületünket jól tudjuk mozgatni rajta. Székesfehérvár önkormányzata megpróbál minden lehetőséget megteremteni arra, hogy a lakóknak megfelelő feltételeket biztosítson az egészségük megőrzésére, mondta Üstör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok. Az életmódváltáshoz nagyban hozzájárulnak azok a sportfejlesztések, amelyeket a város végzett. Én már 24 ilyen fitness játszótér található Székesfehérváron, mint ez a Túrózsáki úti. Nagyon szeretnénk, hogyha egyre többen vennék ezeket igénybe, és valóban a célnak megfelelően, megfelelő tartással és örömet okozva végeznék ezeket a gyakorlatokat, ezért szeretnénk segíteni az egészségfejlesztési irodával. A testünk karbantartásával az egész életminőségünk javulhat, a lehetőség adott, a sport mindenkié. Tollasozom, tollas edzésre járok már majdnem 2 éve. Azért jöttem ide, mert apukám most ezt elvállalta, hogy ezt fogja csinálni, és amúgy apukám tollas tanít, nyitott torna termi tollas foglalkozás, de néha ő is beszakadt állni. Hogy tetszenek ezek a dolgok? Szerinted ezek milyenek? Jók? Aki sportolni szeretné, ha el szeretnék jönni sportolni, nekem miért jó? Hát azért, mert erősödök, azért jó, meg igazából én is csináltam itt nyáron, majdnem egész nyáron ide jöttünk, és apukámmal ő felírta nekem az edzéstervet, és akkor én megcsináltam. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!